Bízom benne, hogy a mai vendég nem sértődik meg azon, ha visszanézi a műsort, hogy egy igazi csodabogárhoz jöttünk. Én csak úgy hívom őt, hogy Zseni, de én azt gondolom, hogy más is így gondolja, én kiderítem ma. Geszti Péterrel töltöm a napot, önök meg töltsék velünk. Állok és viszonyúval látvány, csak bámulok, mint egy maszületett ábrány. Na mi a gond? Na mond, mi a gond? Ha valaki mondja meg, hogy ki vagyok és pont. Hát ide hallgass most, kis haver! Örülj, ha valaki még hátba ver! Ne filozofálj! Hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen és elég nő. Miért a ki vagy a zsák, mikor a lényeg az? Hogy kinek látszol és kinek játszol, hiszen elmúlsz 20 és elmúlsz 40 és elmúlsz lassan szépen és elves. Jó reggelt! Hello! Három nezőrája itt állok. Elnézést kérek. Ülök. Ez túlzás, de kicsit egy késtem, ne haragudj, elnézést. Annyi, hogy közben elintéztem, hogy a főnököddel. A feleségemmel? Igen, igen, hogy volt egy kis itt dolgozom. Tehát, hogy tetszik nekem a hely. Hát annyi, hogy ott a székem. Igen, rendben van. Ott a székem. Semmi, de milyen napod enjoy volt eddig? Eddig jó volt, mert viszonylag későn ébredtem, mint azt látjuk, ugye? Igen. Sokáig dolgoztam tegnap éjjel, és azért kicsit később keltem, olyan 8:30 körül, de ma nagyon menőség volt, mert először is besütött a nap, mint igen, látjuk. Ugye ez intéztem, fontos. Omnipotencia esetében? Hát, világos. És találkoztam a nagyobbik lányommal még, aki csodás és sudár és okos és fénylő, a pici az elment már korábban reggel, de egyébként nem volt dugó sem, úgyhogy több indokom, hogy miért késtem, nem tudok felsorolni. Hogyha megszabadulsz a hátizsákattól, mintha megjöttél volna, igen, akkor ilyenkor udvariasan engem meg szoktak hívni egy kávéra, mert hogy nem reggeliztem. Hát mert azok hívnak meg kávéra, akik tudnak kávét főzni, de én életemben nem főztem még kávét. Hát megtanítanak. Igen. Hát egy kisebb összegére, de meg. Na jó, de megkeresik a kávégépet, azt onnan tudom, hogy az a kávégép, mert higgyel vagy, kényeztet vagy, te nem, tehát hogy neked meghoztuk kávét. Nem. Teját. Nem, egyáltalán nem. Én otthon domestikálva vagyok, az azt jelenti, hogy én mindent magamnak szépen megcsinálok. Itt szerencsére van egy kolléganőm egyébként, Nikolett, aki néha, hogyha megkérem, akkor csinál nekem egy teát. De kávét azt azért nem csinálok, mert én sem iszom. Egyébként kiüti a szívem. Neked nem szokta? De, csak ma már ittam. De igen, nem érdekel. De igen, nem annyira. Csak hogy én ma már ittam kávét, és azt szeretném látni, hogy végre van valami, ami az Geszti nem ért. Hát azt most akkor bemutatom, jó? Én a felkonfon azt ígértem, igen, hogy te egy zseni vagy. Ez kár volt. De ha már itt kezded, hogy itt azt hittet, hogy kenyérpirító, az na mindegy. Jó, de még a zseni is lennék, nem vagyok, bár anyám szerint kisfiam, te olyan sok oldalú vagy, mint egy gömb. Igen, ez jó. Hol van az előírva, hogy mondjuk az Einsteinnek kellett volna tudni akár kávét főzni, vagy mondjuk gerebjézni? Hát azért ez. Na de hát ezek szerint nem néztél műsort. Nekem szoktak főzni kávét. Senki nem tud kávét főzni. Ezért az, hogy zenészeket, hogy szivasd őket. Hát most nem. Ja, értem. Az a pohár. Na, először is, milyen kávét szeretnél inni? Mert azt tudom, hogy több fajta van, de majd mindjárt megkeresjük, hogy melyik milyen. Presszó kávét. Az meg nincs itt a semmi. Az nem jó, egy kisebb pohár? Hát az olyan, mint egy vizeletmintás, nem lehet rá csésze. Nézd csak, ez nem az én poharam, de van egy ilyen, ne várj a változásra, tedd meg az első lépést, melyik valami előadásom után kaptam biztos, teljesen értelmetlen. Ez tetszik ez? Jó, az tetszik. Ez tetszik? Legyen. Jó, ez legyen. Na most, a csajok már bekapcsolták, várj, víz van benne. Igen. Ugye én teás vagyok, tehát én teát szoktam itt csinálni. Most ezen szokott kijönni a tea, a víz, gyanítom, hogy a kávé az szerintem ez ezen jön. Igen, ki. Tedd oda. Úgy. Jó, és mit tudod, presszó? Hát egy rövid. Az kicsi? Igen, ott az. Ez? Jó, de tiéd a felelősség, mert te mutattál rá. De te nyomtad meg. Úgy, de ijesztő. Nagyon ijesztő. Most látod, megtanulod, és milyen megtiszteltetés lesz, hogy jön hozzád egy üzletet, és te csinálsz. Én csinálok neki kávét. A szívremegéstől a székrepedést kap, és akkora lesz a baj. Jaj, hogy a pszichológusom állást cserél, vagy vallás, mert javulás nem remél. Ha kiborulok ki, az, aki feltöröl, hon
van a gyönyör, ami nem gyötör, ideg a hideg szív, az pedig nem vitás, a probléma vagyis nem a megoldás. Azt tisztázzuk, hogy van egy elved, amit röviden megindokolsz, ha nem, akkor nem, hogy házhoz jöttem, hiszen ez is a tiéd, de nem a lakásodra, mert azt mondtad, hogy... Igen, tudom, ezzel nem voltam népszerű nálad, és köszönöm, hogy ilyen megértő vagy. Én mindenféleképpen. Nem, én azt mondtam, hogy mi olyan életet szeretünk élni a családommal, ami annak ellenére, hogy én félig meddig celebnek is számítok, legalábbis ismert embernek különböző büntetteim miatt, mi oda nem engedjük be soha a világot. Az egy abszolút védett fészek, és ez nyilvánvalóan nem ellened szó, nem persze. Hanem ez egy elv, és azt gondolom, hogy ez ugyanolyan elv, mint ahogy a gyerekeinket sem mutogatjuk egyáltalán. Annyira felkeményedett a világ, annyira tele van látható és érzékelhető rossz indulattal, irigységgel, gyűlölettel, és olyan mennyiségű veszély leselkedik tulajdonképpen egy gyerekre szerintem, amik a korábbi évtizedekre nem volt jellemző, és ami minket nagyon óvatossá tett. Tudod, végül is egy ismert figurának két választása van alapvetően. Vagy földobja a gyerekeit a saját életének a menedzselésére, és akkor ő belőlük is kvázi kis celebet csinál. Ez a jellemző? Ez a jellemző általában. Vagy az van, amit én választottam egy idő után, hogy egyáltalán nem. Egyébként nagyon fura, hogy ezt egy elég traumatikus tapasztalat hozta. Az egyik bulvármagazin, amikor a nagyobbik lányunk Sárika 2 éves volt, és akkor még mi azt gondoltuk, hogy milyen jó, ha megmutatjuk a világnak. Volt is egy nagyobb anyag a Sáriról is, meg rólunk is. Utána vette a bátorságot, és lehozott egy olyan anyagot, ami arról szólt, hogy mely gyerekek ma a legjobb partik a városban. Tehát, hogy mely ismert emberek kisgyerekei, akiket majd érdemes feleségül venni. Szóval annyira kiakadtunk ezen, hogy egy 2 éves kisgyerekkel kapcsolatban ez valami baromnak az eszébe jut, hogy akkor eldöntöttük az Edittel, hogy kész, itt most befejeztük, soha többet senkinek semmi. Mondtál valamit, ami megütötte a fülemet önszántadból, de én ezen át is siklottam volna, hogy mondtad, hogy valahol celeb vagy. Hát a celebről nem a geszti jut az eszünkbe. Köszönöm, ez hízelgő. De akkor pontatlanul fogalmaztam, ismert ember, aki egyébként önjogán lett ismert. Ugye a celeb az attól híres, hogy híres, de igazából nincs mögötte teljesítmény általában. És ugyanakkor sok olyan ismert ember van, aki tulajdonképpen celeb üzemmódban működik, attól függetlenül, hogy egyébként vannak teljesítményei. Sokért tudnék mondani, sok tehetséges ember is van közöttük. Az emberek számára ma már ezek összefolynak, ezek a fogalmak szerintem, ami azért gond, mert az egyik mögött szerintem értéktartalom van, a másik mögött meg csak forma. És nyilván én az előbbi besorolom magamat, de tudom azt, hogy rólam azért sokan azt gondolhatják, hogy hát ez egy középkorú celeb. Hát aki ilyesmit ki tud találni, ja. Ez döbbenet, ahol most ülünk például. Igen. Mesélsz erről? Hát döbbenet. Ez életem egyik fontos szakmai csúcspontja, amikor a Nemzeti Filmalap 2 évvel ezelőtt hirdetett a világ legismertebb filmes szaklapjában, ahol óriási dolog megjelenni, és hát nyilván azért hirdetett a Filmalap, mert ugye rengeteg bérmunka jön ide, rengetegen forgatnak Magyarországon nagy amerikai és egyéb produkciók, és még jobban szerették volna, hogyha még többen jönnének. És az Andy Vajna megrendelt tőlem egy kreatívot, és ez lett az egyik, amit tulajdonképpen a Lánchídon olyan rendezői székeket mutat, ugye a rendezők nevei szerepelnek a különböző székeken, és volt még egy szöveg is fölül, hogy köszönjük nektek, hogy ilyen sokan jöttek hozzánk, és gyertek még. Kinéztek minket, maguknak a táblatok, ránk ragyoz Florida, Miami, persze, hogyha baj, amit te magad is vághatod. Elutazáskor az van, vagy nem messze Pesttől, jetlegem lesz az M7-estől. Szandra a Szandra tart, karszalagra hajt, kaland park a park. Bikini alsó, felső király, kivel is menjünk világár? Érlik, hogy a csajozás nagy meló, megoldja helyettünk a well hello. Számomat a pulton itt hagyom, majd keressük egymást józanon. Ha az a kevés sem úgy lesz, na és lehet az evés az új szex. Zseni vagy? Egyáltalán nem. Én egy
Egy kicsit fegyelmezetlen ember vagyok, aki tulajdonképpen kicsit ösztönösen, aztán később tudatosan rátalált arra, hogy ő kicsoda igazából, és rátalált egy műfajra, a dalszövegírásra, amit hosszan művelt a 80-as években, mire megtanult egyébként dalszöveget írni igazából. És azért vagyok fegyelmezetlen, mert nem csak egy műfajban keresem az önmagvalósítást, hanem többféle műfajban. De ugye az újságírók rám ragasztották azt, hogy én annyi mindennel foglalkozom, és mindig megpróbálom elmondani nekik, hogy nem így van, egy dologgal foglalkozom, azzal, hogy szeretek hatást gyakorolni az emberekre. És ennek van több műfaja. Ez lehet, hogy egy dalszövegíróként is megteheted egy jó dalban, musical szerzőként, nemzeti vágta producereként, arckiállítás szervezőként, bármiként. Engem egyszerűen vonz minden, amiben azt érzem, hogy amit létrehozok, az az embereket boldogabbá teszi, jókedvűbbé teszi. Egy koncert után boldogabban mennek el, mint hogy odajöttek. Vagy hogy csak egy reklámkampány például. Hogy abban is mindig keresem azt, hogy mitől tud még egy egyszerű, aljas módon az eladás miatt létrehozott reklám is egy picit több lenni, egy picit valami életjelet mutatni benne, hogy ne csak egy ilyen balta zombiság legyen az egész. Tulajdonképpen ez vagyok én, és ez a sok műfaj, ha úgy tetszik, sok hardware, amin az én egy darab szoftverem futtatható. Van ennek összefoglaló neve, úgy hívják, hogy Geszti. Dióhéjban összetud nekem foglalni, hogy mitől, most ez nem a legjobb szó ebben a világban, hogy mitől fertőzöttél meg, honnan tudtad te, hogy más vagy, mint a többi? Hol járunk akkor, melyik városban, megyében, országban, amikor még petikének hívtak? Én tényleg nem gondolom, hogy más vagyok, mint a többi. Vannak tulajdonságaim, amelyek sikeressé tettek. Sok ilyen van, nem azért, mert ilyen csodás ember vagyok, hanem mert megtanultam ezeket rendbe tenni. Az egyik az az, hogy amikor 10-valahány éves korom, 18-19-es koromban átestem egy traumatikus másfél éven, amikor a bal szememet operálták. Akkor majdnem elvesztettem a látásomat, a retinaleválásom volt. Akkor az a másfél év megtanított valamire, ami az egész később életem során egy világlátást hozott szó szerint bennem, az pedig a következő. Majdnem megvakultam, majdnem elvesztettem a bal szememet, és megértettem azt, hogy csak akkor tudom kibontakoztatni a bennem lévő bármit, legyen az tehetség, energia, szorgalom, bármi, ha egészséges vagyok. Ha nem vagyok egészséges, akkor sajnos sokkal kevesebb dolog marad. És amikor ezt megértettem, akkor ez azt is felrajzolta a számomra nagyon éles kontúrokkal, hogy minden, ami az egészségeden, és az érzelmi állapotodon, vagyis, hogy van családod, szeretnek téged, te is képes vagy szeretni másokat. Minden, ami ezen túl van, az csak játék. Minden. A karrier, a pénz, a siker, a sztárság, a mit tudom én, ez játék. Egészség legyen, többit megveszük, hogy mondanák Omár, vagy mondta? Igen, így van, az egészség az legyen, és a többit megveszük. Ugye aztán később a Hajósik úgy mondták, hogy csak egészség legyen, meg térerő, ugye ez a 90-es. De hogy... Ez olyan módon relatívvá tett mindent az életem, hogy nem féltem belevágni utána a dolgokba, mert mindig azt gondoltam, hogy és ha nem sikerül, semmi nem fog történni, mert egészséges vagyok, anyám él, szeretjük egymást, stb. Tehát magyarul, hogy az élet igazi értékeit, azt megtanultam becsülni hamar. Egyébként pedig, hogy hol volt, amikor rájöttem, hogy van-e valami bennem, azt nem tudom pontosan megmondani, de arra a pillanatra emlékszem, amikor már jó 8 éve írtam az első emeletnek dalszövegeket, és egyszer csak készültem egy, hát nem emlékszem, hogy kolokvium volt-e, egy nagy vizsgára készültem a magyarból. Egyébként a diplomamunkámat is írtam, közben Karintiról írtam. És hogy Karintit olvastam, a kedvenc szerzőm még a mai napig is, az egyik. Az egyik is krokiában, ahogy írt, kézzel, átkattintott bennem valamit dalszövegíróként. A sztori arról szól, egy kis novella, hogy az író megy az utcán, és jönnek szembe vele ismerősök, és az egyik hátbavágja, és az városban elterjedt viccel sokkolja őt, hogy tudja, hogy mondják azt, hogy éhes bálna, zabálna, ha-ha-ha. Az író feldühödött, micsoda baromság, hazament, és düböl írt 30 ilyet még. És ott ültem az anyám kertjében, az anyám ablaka alatt, emlékszem a mai napig, körülöttem a könyvek, sütött a nap, június volt, és ott volt egy kis kockás füzetem, amiben akkoriban mindig írtam a dalszövegeket, és azt mondtam, hogy Karinti megpróbálta 30-szor, én is megpróbálom.
és a szójátszó dalszövegírás tulajdonképpen innen indult. Az első emeletben nem nagyon voltak még ilyen dalszövegek, amikben szójátszó volt. És ez már megelőlegezte azt, ami egy-két évvel később berobbant, a repülőkféle dalszövegeket. Ott volt egy nagy váltás a stílusomban is. Tehát ha azt kérdezett, hogy mi volt például a meghatározó pillanat, ez volt az egyik. El van a vinduna, ismes Buda, elfújik a sok duma. Olvastam, hogy ha szabad ilyesmiről beszélnünk nekünk, hogy a nővéred korán elment, okay, és te segítettél a gyermekeinek a felnevelésében. Hát erről a fajta gesztiről, vagy erről a gesztiről is mesélnél nekem? Ez ugyanaz a geszti, mint aki dalszöveget ír, meg bármit csinál, és aki most egy nagyon, nagyon boldog és büszke apa egyébként. Nekünk elég kis családunk van. Sem apámnak, sem az anyámnak nem voltak testvérei. Ezt nagyon, nagyon bánom egyébként. Jó lett volna, hogyha egy nagyobb család lenne. De a nővérem, aki az édesanyám első házasságából származott, Márta, tekintettem volna mostoha nővéremnek is, hiszen csak fél szülő kapcsolt minket össze, de sose tekintettem annak, nagyon szerettem mindig. 11 éve volt idősebb, és amilyen sok szerencsével és szépséggel és jósággal adományozott engem meg a sors, annyi sok mindent elvett tőle. Ezt nyilván felnőtt koromban tudtam már, csak így látni gyerekkoromban nyilván nem. És ő egy nagyon szerencsétlen sorsú ember volt, akinek az érzelmi megingásai tulajdonképpen egy nagyon szomorú pályaívet és egy sorsot rajzoltak föl, amiben én szereplő voltam. Hát én voltam a kisöccse. És nagyon jó viszonyban voltunk, de amikor már én túl voltam a gimnázium egyetemen, és ő el is költözött tőlünk, együtt éltünk előtte egyébként az édesanyámmal, akkor ő elvesztette a talajt a lába alól, és én nagyon, hát fiatal gyerek voltam még, láttam, hogy egyre nagyobb közöttünk a különbség valahogy az életformánkban, a sikerességünkben, egyebekben. Érzelmileg nem szakadtunk egymástól el, de gyakorlatilag nem sokkal kevesebbet találkoztunk. Aztán ő sok gyereket szült, és ettől még nehezebb lett az élet, az övé. Uh-huh. És amikor meghalt, teljesen természetes volt, hogy ez a kis családot, akik ebben benne vannak, hát azt nem engedi el az ember. De a hőse nem én vagyok ennek a történetnek, hanem az édesanyám, az ő nagyanyjuk, aki gyakorlatilag, mint egy anyaoroszlán magához rántotta őket. És akkor már nagyobbak voltak, és akkor bekamaszodtak, nagyon sok nehézség volt, nagyon keserű évek voltak, küzdelmes évek voltak. Az anyám, aki nem egy született pedagógus típus egyébként, nagyon sokat küzdött velük, és ők is az édesanyámmal. Én igazából a hátteret biztosítottam a számukra, részben anyagilag, részben lelkileg, amikor már együtt laktak az anyukámmal a négy gyerek. És kicsit pufferzóna próbáltam lenni, tompítani a köztük lévő konfliktusokat, illetve nyilván segítettem anyagilag a családot, de ez a legkevesebb. A lóvé a legkevesebb. És ma már azt gondolom, hogy nem kis lelkiismeret fordulása, hogy lehet, hogy többet lehetett volna nővéremnek is segíteni, nem csak támogatni anyagilag, hanem többször találkozni, többször oda menni, többször dumálni vele. Ez egy kis batyó hátamon egyébként, amit viszek egész életemben. Szóval, hogy ez, de a mi családunkban ez természetes. Szerintem a legtöbb család van az egyébként. Uh-huh. Apa. Az apáról mesél nekem. Felhörken, helyre tesz, megmagyaráz, zavarja a zaj, tehát hogy... Milyen vagyok otthon? Aha. Én egy elég szerencsés és furcsa keveréke vagyok a szüleimnek. Az anyám extrovertáltsága, lendülete, energiája keveredik bennem, mint az egyik őselem, ha úgy tetszik, a tűz. Az édesapámtól hozott nyugalommal, magába fordulással, introvertáltsággal, művészetek iránti nyitottsággal, ő a víz. Soha nem is értettem, hogy bírtak ki egymással 18 évet. El is váltak. És az én apaságról alkotott fogalmaimat nyilván meghatározza ez a kapcsolat, ami az övék volt. És én inkább olyan vagyok, mint az édesapám volt. Én egy elfogadó típusú apa vagyok, aki nem erőltet rá szerepeket a gyerekekre, főleg nem a saját egóját vetíti ki rájuk, nem akarja, hogy olyanok legyenek, mint ő. Én azt akarom, hogy a kislányaim, ugye Sára Lujza és Lenke Róza, viszont szabad, független felnőttek legyenek. Én arra tanítom őket Edittel együtt, a feleségemmel együtt, hogy jó, ha szép vagy, és kedves vagy, az fontosabb, mint a szépség. A legfontosabb,
hogy okos és művelt legyél, mert akkor leszel szabad, akkor leszel egy autonóm személyiség. Tehát nálunk nem minden rózsaszín otthon, nem habos-babos az élet. És tudják a gyerekek, hogy én is elvárom tőlük a teljesítményt, ugyanúgy, mint az édesanyjuk. De közben én vagyok a megengedőbb, én vagyok egy kicsit az a közhelyes szerep, ami sok családban van, hogy amikor az anya van sokat a gyerekekkel, akkor ugye az ő dolga rettenetesen nagy teher egyébként, csak erről ugye nem szoktak ebben az országban beszélni, hogy tudod rendbe tartani, ruhát venni nekik, a háztartás, stb. És a feleségemre ez nagyon-nagyon sok terhet rak, miközben ő ugyanolyan autonóm személy, mint én vagyok. És ezért őtőle inkább a praktikum jön az ő irányukba, és a több elvárás, én pedig, aki sokat dolgozom a házon kívül is, amikor én hazaérek, vagy együtt vagyunk hétvégén, akkor inkább én vagyok az, aki játszik a gyerekekkel. Én vagyok az, aki a játékosságot, ami az én személyemnek is egyébként az egyik legmeghatározóbb lényeget, tehát az én karakteremből is fakad ez, azt valahogy továbbadom nekik. Egy birodalmat építettél fel, amit azért nem gondolom, hogy el fogsz adni, de mégiscsak a családban kéne tartani, hogy tovább kéne, hogy vigye valaki. Jól érzem? Figyelj, Attila, ez egy kis birodalom, inkább szimbolikus. És az a furcsa helyzet, hogy a bizniszt, ha úgy tetszik, a kommunikációs reklámipari tevékenységet, én inkább bűnnézésnek szoktam hívni, azt nem akarom nekik továbbadni. Mert megfordult bennem ezzel kapcsolatban sok minden. Amikor mi belenőttünk ebbe a szabad világba, 89 után, akkor azt gondoltam, hogy ez tök menő, hogy csinálunk reklámokat, pörgetjük a gazdaságot, ja, és keresünk vele egy csomó pénzt. Ráadásul nagyon közel volt ugye a médiához, ahol műsort vezettem, meg a popkultúra, mind egy nagy batyú volt. De én azt gondolom, hogy ha ma választhatnék, ha ma lennék 20-valány éves, egyáltalán nem mennék marketing irányba, hanem egyrészt vagy csak az alkotói művészet irányba mennék, vagy valami más dolgot keresnék, amiben több olyan értéket találok, ami mindenkinek jó. Tehát egy társadalomnak jó. Ugye ne felejtsd el, hogy azóta nagyon megváltozott a világ, mikor mi belenőttünk ebbe a szabad világba. Ma az van, hogy itt van ez a klímaváltozás, itt van egy csomó társadalmi konfliktus, egy csomó olyan dolog, ami a jövőt sötétebbre rajzolja, mint amilyen volt, amikor mi voltunk 20 évesek például. És ezért ma a gyerekeimnek nem a reklámbizniszt szeretném örökül hagyni, hanem azt gondolom, hogy lehet ennél egy szebb, értelmesebb, magasztosabb eszme alapján működő dolgot csinálni. Menj el gyógyítani, tanulni, menj el akár orvosnak, menj el művésznek, menj el olyan szakembernek, aki tud tenni valamit azért, hogy élhetőbb maradjon a világ, zöldebb legyen, ne legyen klímaválság, stb. Érted, hogy ma már ezek az eszmék mozgatnak olyannyira, hogy tulajdonképpen évek óta fontolgattam, hogy abba is hagynám egy kicsit ezt a reklámbizniszt erre az életre már. Mert nem találom meg benne azokat az alapértékeket, amik ma fontosak nekem. Most lehet, hogy megleptelek ezzel, de nem erre számítottál. Lennél miniszterelnök? Nem. Nem. Nem gondolkodtál? Nem. Nézd. Az a fajta társadalmi berendezkedésben élünk, az tele van igazságtalansága. A demokrácia, legyen az bármilyen ilyen másodosztály, mint amilyen éppen most a miénk, vagy bármi más, az még mindig a legjobb a rosszak között. És azt szoktam mondani, hogy ezért abból kéne megpróbálni kiindulni, ami most van, mert nem találták még fel a jobbat ennél. Viszont ez egy kicsit azért is van, mert azt szoktam mondani, az ilyen, hogy mondjam, szabadelvű gondolkodás, az azoknak a gondolkodása, akik megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy ne csak magukra gondoljanak, hanem másokra is. A tönk, meg a széle és csönd, a szív pedig dönt, és kisebesedik, ahogy a seki sebe figura végzetesedik. Lélek szakadok, bujdokolok, de nincs mit tenni ellenem, aki nincs velem, én mindig azt szeretem. Egy-két, hát, ismertek engem, küldjetek el, csak nekem ne kelljen. A Péter bácsi korszakra készülsz-e? El tudod-e magad képzelni Péter bácsiként? El tudom, mert nagyon, nagyon fontos két Péter bácsi volt az életemben. Az egyik nyilván az édesapám, a másik pedig Berkes Gabi barátomnak az apukája, Berkes Péter bácsi, aki szintén egy nagyon kedves Péter bácsi volt, és gyerekkorunkban úgy nőttünk fel, hogy a két Péter bácsi, hogy mondjam, erő terében ott minden olyan helyes, minden olyan kedves, minden olyan
hogy mondjam neked, olyan reményt adó, olyan biztató, és ebből az is kiderül, hogy egy nagyon jó gyerekkorom volt egyébként. Tehát, szóval, hogy a öreg Péter, de bocsánat, idősebb. Nem kell ezt, figyelj, úr, hagyjuk ezt a PC-séget. Uh-huh. Az öregkor az öregkor. Az öregkor jó esetben nagyon, nagyon hosszú, de az is lehet, hogy rossz esetben nagyon hosszú. És ahogy mi öregszünk, annál nehezebb lesz megmaradni a szakmánkban is, mert egy csomóan azt gondolják, hogy mit akarnak itt ezek az öregek még. Ugye ez régen is így volt, de mostanra meg nagyon fölkemény, még jobban érezhető. Nézd meg a kereskedelmi televíziókban, nem látsz idős arcot gyakorlatilag. Ez az ageism egyik tipikus tünete. Az Egyesült Államokban, Németországban vagy Angliában tele van idős emberekkel a képernyő is, mert ott a tudás. Múltkor olvastam egy nagyon kegyetlen és nagyon szép mondatot, hogy minden idős halott egy lángoló könyvtár. Vagyis az a tudás, amit összegyűjt egy ember az élete során, az elporlik, elvész tulajdonképpen, amikor meghal valaki. És azért biztos emlékszel te is, amikor mondjuk, mit tudom én, a Ransburg ilyen, a Popper, olyan, vagy a Hank is elemi meghalt, és azt érezte az ember, hogy ez most egy nagy veszteség mindannyiunknak. Az öregkor és az öreg Péter bácsi az úgy van előttem, hogy arra készülök, hogy igenis nagypapa legyek, ha úgy tetszik, papi legyek, tehát arra gyúrok kicsit úgy az életemben is, fizikailag, a táplálkozásom, a sporttal, hogy szeretném látni az unokáimat például. És nem fog zavarni, hogyha már öreg leszek, kopasz leszek, ronda leszek, ez ezzel jár. Ha úgy fogod fel az öregedést, hogy az is siker, hogy mondjuk 60-70 évesen egybe vagy, föl lehet fogni így, mert nagyon sokaknak ez sem sikerül, akkor nem kell félni tőle. És úgy kell élni, hogy amikor majd öreg leszel, akkor ne azt gondolják, hogy na, szerencsétlen, ott el van, mint a befőt, hanem azt gondolják róla, hogy vajon már megint mire készül? De ehhez, hogy így maradj, ehhez meg kell tartanod magadban ezt a létvágyat, a pozitív gondolkodást, azt, hogy ne vegyék el tőled a képességedet, hogy tudjál mosolyogni, nevetni, örülni dolgoknak, és vigyáznod kell magadra. Vigyáznod kell a tehetségedre, vigyáznod kell a fizikumodra, a lelki állapotodra, és még valamire, hogy maradjanak barátaid. Nem igazságám ez így, mert hiszem a szavaidat, és nem, egyszerűen nem, tehát olyan jókat mondasz, hogy nem tudok hozzászólni. Mert mindennel egyetértek ugyanis, pedig még itt volna egy csomó. Próbálok személyesebb választ adni, jó? Mert tudom, hogy valószínűleg arra vagy kíváncsi, mert most nagyon-nagyon elvittem ilyen izében. De nagyon jó. Idős koromban azt képzelem, hogy egy hegytetőn fogok üldögélni, akár itthon, imádom a panorámát, kint fogok ülni egy diófalat, a laptopommal, dalszövegeket fogok írni, ha kell, akár operettet is írok, ami nekem jut addigra, ami marad, és sokat szeretnék lenni a gyerekeimmel, de tudomásul fogom venni, hogyha elmennek innen, és abban is támogatni fogom őket. Nem szeretnék sok nyavaját, elég annyi, amennyi magától is jön, és szeretném, hogyha a barátaimmal tudnék még akkor is dumálgatni, hogy képzelem még? Hát szeretném az unokáimat kicsit teregetni, remélem föl tudom majd őket még emelni, mert ha nem, akkor nem fognak hívni, hogy vigyázzak rájuk. Hát valahogy így képzelem el. Hoztál nekem olyan relikviákat, amiket talán más nem is nagyon látott még, ugye ez egy kereskedelmi tévés szöveg, de minden, hogy megpróbálod dióhéjban, hogy persze, nagyon kelljen használni, nem kell törögetnem a többi. Jó, figyelj, nagyon fontos, hogy én nem úgy tekintek a tárgyaimra, mint relikviák, hanem mint az életem részei. Uh-huh. Ha úgy tetszik, megkövült részei. Ez a kis kő, ezt a Himalájára hoztam magammal. Az alaptáborig másztam fel, Istenén éreztük magunkat. Egy sztori, amikor meg akartak győzni arról, hogy menjek el erre a túrára, mondottam meg, hogy 5100 méterre fölmenni, hát azért már nem olyan könnyű, ott levegő nem nagyon lesz. Azt mondták, hogy nyugodtan vállaljam el, mert a Badár-Sanyi is jön. És gondoltam, ha a Hobbit föl tud menni, akkor én is fel tudok menni. Utólag kiderült, hogy a Badárnak meg azt mondták, hogy gyere nyugodtan, menni fog, a Geszti is jön. Aha, tehát így, világos. Persze, ez egy dolog. Másik, ez az Ásztallér. Ez volt az egyik kedvenc műsorom, amikor televízióztam. Minden hónapban egyszer élőben jelentkezett vasárnap reggelenként, és tehetségeket keresett. Olyan tehetségeket keresett gyerekek között, akik nem az iskola szerinti tehetséggel jöttek elő, hanem a karakterükből fakadó érdekes dolgokkal. Ez is meghatározta az életemet, a gondolkodásomat. 5 évig jártam az országot vele,
és elkényeztetett budapesti kis tojáshelyiségű egyetemista voltam, amikor elindultam, és egy olyan emberként végeztem be ezt a munkát 95-ben, aki megismerte az országot. Ez később milyen jól is jött, amikor a Nemzeti Vágta miatt vidéki emberekkel kellett találkoznom, és nem, hogy lebecsülés nem volt bennem, vagy távolságtartás, hanem nyitottság és közelség. Ez az emeletes busz, az egyetlen gyerekkori játékom, ami megmaradt, apukám hozta nekem valahonnan, ez nagyon nagy szám volt, mert amikor ezt kaptam 1971-2-ben, vagy valahogy így, vagy 68-ban, itt tudom én, hát londoni buszt Magyarországon ilyen formában nem nagyon lehetett. Kicsit eltört, kicsit már hibás, mert a kerekei sem egyformák, de nagyon kedves a számomra. A költő. Tulajdonképpen Federico García Lorca van megmintázva itt, Kordobában vettem egy papírmasé szobrászművésztől, és azért raktam le, mert néha bizony én is így ülök, amikor keresem a gondolatot egy dalhoz, hogy tudod, nem mindig úgy van, az emberek, hát az ember fölnyúl a levegőbe, belenyúl az ihlet nevű felhőbe, és onnan leszed valamit, alófenét. Sokszor azt keresed, hogy egy eredeti rohadt sor hogy szülessen meg egy jó dalszövegben, és hogy minél idősebb vagy, annál inkább kerülgeted magadat, hogy ne olyat ír, mint korábban, ne másold magadat, ne a rutint hozd. Ez nem könnyű, és gyakran ő emlékeztet arra, hogy milyen elveszett tud lenni az ember, ahogy így keres a gondolatokat. Ez pedig... Kedvencem. Hát ez egy nagyon, számomra is nagyon fontos dolog, ez a kis kockás füzet, kis macis füzet, az akkori barátnőmtől kaptam. Uh-huh. Ebbe írtam a Dzsungel könyve dalszövegeit. Itt az első oldalon látszik is Jungle Book. És csak jegyzeteket írtam, amikor elolvastam újra a művet. Na ez tökig ezt is. Karom szakadtáig például. Karom szakadtáig. És akkor például... A jegyzeteken túl, ugye itt lehet látni azt, hogy melyik dalt, hogy kezdtem el írni, itt van. Válj kővé, már nincsen hova mász, hisz a hatalom itt Káé, aki körbe karikáz. Ezek az eredetiek is. Itt láthatod azt, ezt még nem nagyon mutattam senkinek, hogy ahogy irodalmi tanulmányaim során megtanultam, hogy az időmértékes verselés, vagy akár a jambusos verselés is, ugye rövid, hosszú szótagok szabályos változása bizonyos szabályokra. Igen, ugyanígy a Dés Laci által adott demókban, ahol ő fölénekelt, hogy ugye ezt lekottáztam magamnak, de nem a hanghol magasságokat, hanem a ritmust. Ha úgy tetszik, a rap szövegeimet is sokszor így írom, hogy meghallgatok egy amerikai rappet, és ahol nagyon tetszik egy prozódia, ugye egy ilyen ritmus, azt leszedem, és arra írom a dalszöveget, a rap szöveget, ettől sokkal autentikusabbak a ritmusok, amiket használok, mint ha csak a magyaros, hogy mondjam, kicsit ilyen csürdüngülős ritmusképletekből indulnék ki. Aztán mondjuk még egy, látod, itt már le is tisztáztam, itt vannak a jegyzetek. Igen, látom. Vagy például azt mondja Pofonofon című dal. Ez már itt ez itt a letisztázott pofonofon. Rész. Pofonofon, ugye? Ez azért, mert ugye szegény Mauglit folyamatosan pofozza a tanára, a makarenkói pofon sorozat pofonnál válik, ugye? Vagy itt van az amíg őriz a szemed, ugye? Ez az a dalszöveg, amiben tulajdonképpen búcsút vettem az apámtól, jó 9 évvel később a halála után. Ezzel tudtam végleg elengedni, és ez egy nagyon fontos fordulat volt az életemben érzelmileg. Vadászok dala, igen. De igazából, amit meg akarok neked mutatni, ha megtalálom, Kegyelet egylet, ugye? Csilla Kesselyű, aki eltemeti a... Ez itt az a farkasok dala. A ízét keresem neked, ez a sírkán dala, ezt nagyon utáltam. Mindent utálok, ami tudod, populizmus és ami megosztja az embereket. Ez az Asszonyok dala, Akela dala. Az Akela népnek, ami a vezérnek írtam vele darabban. Ezt nem a Békés Pali írta, akinek én nagyon sajnálom, hogy ő is hamar elment. A ízet keresem neked, de lehet, hogy nem találom meg. A Majmok dalát. Mentünk, de megjöttünk, egy majomban őrlünk. Van ilyen? Itt van, egy majomban őrlünk, tessék. Már ez rögtön, mint ötlet megvolt. És akkor itt összeírtam olyan szavakat, amik ilyen játszó dolgok. Tehát mit tudom én... Azt mondja, Gorilla Trilla például, vagy mit tudom én. Fölírtam a majmok típusait, makákó, cerkóf, dzsungel, bubus, mindenféle baromság van. Azt mondja, légve lógva. Azt mondja, Monkey Town, ez a Funky Town helyett Monkey Igen. Town. Szóval csomó ötlet van benne, és akkor ezekből aztán megírtam végül is a dalt. Na, szóval ez egy nagyon kedves emlék, és akkor, hogy mutassam egy popzenei pályafutásom egyik legszebb pillanatát, ez a rózsaszín tartó, ez a kisebbik lányomé. Itt azt látható, persze, de nem egy nagy sztori. Hadd fogjam meg. Amikor
Itt fort össze a reklámpályafutásom, a poznani pályafutásomban, amikor Sting itt járt Budapesten, akkor hát valahogy úgy szerveztem, hogy én is felléphessek előtte. Véletlenül. És ott találkoztam. Nyugodtan, és ott izékezett rásztam vele. Imádom a mai napig a kedvenceim egyike igazából. Hát ez pedig ugye, ami minden zenésznél azért előjön nyilvánvalóan, hogyha egyáltalán el tud érni ilyesmi sikert, hogy mondjuk aranylemez lett a Pál utcai fiúk, sőt, hát azóta már valószínűleg gyémántlemez is. Ugye ez az a mű, amire nagyon sokáig készültem, majdnem 10 évig tartott, amíg elkészült. Nem tudtuk megszerezni a jogokat, és tulajdonképpen az egyik legfontosabb dalom az ebben a darabban van. Sok fontos dal van benne, de leginkább az a Mi vagyunk a Grunt című dal. Te pontosan tudod, rengeteg popzenésszel dumáltál már, hogy vannak dalok, amik slágerek, vannak dalok, amik egy kicsit mélyebbre mennek, és egy-egy olyan dal van, ami meghatározóvá válik egy generáció, vagy több generáció számára, nem a trendisége miatt, hanem mert valamit érzelmileg megfog. És hogy a Mi vagyunk a Grunt című dal lett az, amitől tudom, mert tanárnők írnak nekem, gyerekek is, szülők mondják, hogy az iskolákban ezt évzárokon játsszák, eléneklik, fontos nekik. Tehát ez olyan mélyre ment, annyira része lett a magyar kultúrának, ami messze túl mutat azon, hogy ez egy popzenei szerzemény, ha úgy tetszik. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon fontos nekem, hogy maga a Pál utcai fiúk a maga szellemiségével szintén az. Péter, egy meglepetéssel készültél, ha minden igaz, hogy azon a környéken vagyunk, ahol ugye te sokat dolgoztál. Hova ugrunk most be, hogyha lehet? A gyerekkoromban pont itt ezenek az udvarnak a másik részében áll egy nagyon szép Sztálin barokk épület. Ez volt a Magyar Pannonia Filmstúdió, ahol szinkron műveleteket hajtottam végre. Itt szinkronizálták az összes Magyarországon bemutatott filmet, akár tévé, akár mozifilm. És azt gondoltam, hogy megmutatom neked azokat a helyeket, ahol én felnőttem. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el. Legyen szabad a grunt, vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk. Na meg egy IQ test, ami rosszul festene. Ha kellene, de nem kell, nem. A tévé adásba beleáll a piba. Kész a vész, leáll a pozilda. Lesek, hogy csak eszemem megfelen és ütelen. Semmi nincs a meccseken, a közeledik ő a meccseken. Most bemegyünk akkor, ahol szinkronizáltál. Igen. Most de bármikor tudnál, gondolom, tehát hogyha ez a hatodik láb. Igen, azért tudok bármikor, mert ugye némi gyakorlatom azóta is van, ugyanis a Jégkorszak című sorozatban ugye én vagyok a lajhár. Ugye mindig ilyen elmebetegeket osztanak rám, az 5. elem című filmben én voltam a díszjoké, és azóta is mondom, csak idióktákat osztanak rám, valószínűleg ez nem véletlen. Úgyhogy én vagyok az a magyar kulturális vállalkozó, aki legjobban tudja azt mondani, hogy én vagyok a film királya. Ezt például remekül tudom mondani. Jó, menjünk be szerintem, azt valami hosszabb. De amit el akarok mesélni, figyelj, de ez a hátsó traktusa a valamikori Szinkron Pannonia Filmstúdiónak. Itt csókolóztam, azt hiszem, igazából életemben először. Aha. Egy olyan lányal, aki, csak azért nem mondom el a nevét, mert egy ismert személy, aki műsorvezető is volt sokáig, és együtt szinkronizáltunk több filmet is, és azt hiszem, hogy én voltam első gimnazista, és ő talán 8. vagy 7. Szóval ez nagyon komoly dolog volt. Még büntették? Volna? Nem, hát az egy két gyerek összepuszilkodik, hát most ebben mi a büntetendő? Hát igen, mindent elgondolkodtam. Nem magadból indulj ki. Menjünk be! Menjünk! Még nyílnak a bőrben a kerti virágok, még zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod a mutton a téli világot, már hódaka rá el a bércitetőt. Én fekszem itt a kihűlt földön, eleven kincse még a nyárnak. Vétkek s rossz jeleg rohamozva, édes húsomra ide járnak. Te vagy mi van, te vagy az emlék, te vagy kiküld és hívogat. Futnék te tőled, s visszamennék, dajkáld el az én kínomat. Ő voltál te?
Igen, és tulajdonképpen a mai napig is bizonyos értelemben, mert még mindig előfordul, hogy néhányan azt kérik, hogy mondjam azt, hogy egy forintért megmondom, ugye, ami Aladárnak volt a szállóigéje. Én a harmadik sorozatban a Mizga család a világ körülben voltam Aladár hangja. Előttem Németi Attila, aki ezt a zongoraművész lett, meg műsorvezető a Bartókon, ő volt, és hát az, hogy én lettem Mézga Aladár, azért annak itt az iskolában, ez egy különleges státusz biztosított nekem az osztályban. Noha én voltam a legkisebb a csávok között, a kis csávok között, de azért ezzel mégis, tehát megnagyobbodott az értékelésem, az önértékelésem, a szerepem, a libidóm, whatever you want. Yes. Többiekkel barátságban vagy, vagy te csak most a csak az világos, hogy... Kérlek szépen, ugye itt vannak a nagy, itt készült rajzfilmeknek a figurái, mert ugye a Mézga családot is itt rajzolták. Egyébként pont annál az épületnél, ahol most az irodánk van, ott készültek a cellek, annak idején még készültek. És van itt részlet még a Ludas Matyiból, a Ludas Matyinak, a kis Ludasnak is én voltam a hangja. És azt is itt szinkronizáltam az egyik lenti stúdióban. Én lennék a Döbrögi, ugye? Fogadjon kérek tőled olyasmit, amit még tőle senki nem kér. Hát jó, de háromszor verem kenden vissza. Nem erre gondoltam. Ott van a Mizga családnak a, ugye a Kriszta, a Paula? Igen, Paula és a Géza. Na most mivel, hogy a pocakom miatt a Gézára hasonlítok a legjobban. A Geszti Péter engem lefényképezne, ha oda állnék? Mint a szél. Sászok, felveszed, be tudjam bizonyítani. Állhatsz a Grabowski mellé is. Oké, csak a Géza az nemzetközi titkos ügynök akarsz. Na most kíváncsi vagyok, hogy te... Tessék, parancsolj. Jó. Én odaállok. Oké. Te meg fotózzál le engem. Tamás meg fölveszi, hogy a Bence Attilát fotózza a Geszti Péter. Tessék. Instruáljál, jó? Kicsit hogy álljak? Szerintem én azt csinálnám, hogy egy kicsit mögé állnék. Igen. Csak egy kicsit, igen. Fogd meg nyugodtan az egyik kezeddel. Igen. Úgy, és körülbelül úgy tartsd a fejed, mint a figura így. Kicsit, mondj, kicsit erre, úgy, így jó lesz. Szerintem ez menő. Egyszerre sokat ér majd, ugye? Kemény. Hogy? Biztos. Egyszerre sokat ér meg. Sem vagy idegen, ugye? Nem, ez a kettes stúdió, még a mai napig is. Igaz, hogy már a hangszigetelés, meg a burkolat az megváltozott, de hát ugyanekkora volt akkor is, amikor itt forgattunk. Itt volt a vászon, itt fönt, és ott kint pedig a technikai helység, ahonnan mindig instruáltak minket a rendezők. Nem erre kellett fordulni, hanem erre nyilvánvalóan, hiszen néztük mindig a vásznat, és utána felvettük a dolgokat. És itt szinkronizáltam a Ludas Matyit, azt tudom, ebben a stúdióban, a Mézga családot, azt viszont a másik oldalon, egy másikban. Itt vettük föl, amikor Törőcsik Mari volt a partnerem, illetve én lehettem az ő partnere, az Akasztani való bolond nőt, a Kincses szigetet és az Iván gyermekkora című szovjet partizán filmet is. És akkor mindig ott ült Hazai György, Mohácsi úr és a többiek, itt volt még egy nagy asztal, mert a szinkron asszisztens az itt foglalt helyet, és hát a legnagyobb színészekkel játszhattam, ami a gyerekkoromban az olyan volt, mint kerülni a Valhallába. Szóval az egyszerűen fantasztikus volt. Ugye én itt nőttem fel, ha úgy tetszik, ezekben a stúdiókban. Húzod a zigát, nyúzod a zsigát, töröd magad és húzod a zizát, az asszony verve jó. Hazafelé adsz a kultúrának, elolvasod mind a tesztáblákat, s a betolja magát a leste teste. Felváltja a melót, a szek, mint gulyát levest a pilóta kezd. Ha elcsavarod a gombot, ha nem, jó fejek ülnek a tévében. Jó neked, csak meg kéne nézni folytonak, hogy kéne élni. A felemeló se olyan felemelő, mint a Bahama-szigeteken egy fekedenő. Hát megvonod a számtól a szót, csőre töltöd az öngyújtót. Fájó szívvel. De mennem kell, jó volt téged hallgatni. Büszkén viselem a barátságodat. És képzeld el, hogy úgy szoktam elköszönni, hogy teljesülnek a vágyaid, amikor találkozom. De hát neked már minden vágya teljesült, ugye? Van még egy pár, és az nem csak rám vonatkozik, hanem sokunkra. Úgyhogy még azért, még érdemes a létvágyat azt fenntartani magamban. Isten áldja, majd köszönöm. Köszönöm én is, hogy eljöttél. Jó én volt veled. Csáva, tűz. Köszönöm, sziasztok. Szia. A mély pohár vedd el, van még, ma napfényen bel, van még időnk élni, kezd el. Van még elég festék, van még egy új nap, tessék, mázold át a miénk.